A tanács munkájában a szabadkai szakszervezetek, a Munkáltatók Egyesülete és a Szabadkai Közegészségügyi Intézet szakembere is részt vettek. Az önálló szakszervezetek Szabadkai Szövetségének elnöke Sztyván Hugyi meglátása szerint jó, hogy az emberek ilyen helyzetben dolgoznak, de épségükre vigyázni kell. Az emberek visszatértek munkahelyekre az első hullámot követően, ám nincsenek egyenrangú helyzetben, hiszen sokukat határozott időre vagy ideiglenesen szükség szerint alkalmaznak. A Szabadkai Munkáltatók Egyesületében úgy látják, hogy a helyi gazdaságban és iparban nem mondható aggasztónak a helyzet. Az egyesület elnöke Milán Jerink így ennek ellenére nem derül látó. Júnu mesecu, da kažem, došlo je do značajnog oporavka privrede. Júniusban azt láttuk, hogy stabilizálódik a gazdasági helyzet, míg a munkaerő iránti kereslet is növekedett. Ez a trend november elejéig a járvány fokozódásának kezdetéig tartott. A pandémia új hullámának érkezésével azt látjuk, hogy csökken a gazdaság teljesítő képessége. A Szabadkai Közegészségügyi Intézet szakemberei szerint a járvány jelenlegi intenzitásával nem bénítatja meg az életet. Nebojsa Bohucki, járványügyi szakorvos azt mondja, a COVID-19 elkerülhető, de be kell tartani a szakma tanácsait és javaslatait. Azt látjuk, hogy a legfejlettebb országok a teljes lockdown mellett állnak ki. Minden minket érintő esetet el lehet kerülni, amennyiben valamennyi egyén felelősség teljesen viselkedik önmagával, de környezetével szemben is. Így elkerülhetjük a legrosszabb forgatókönyvet. A Szociális Gazdaság Tanácsnak eddig nem volt képviselője rendkívüli helyzetek Szabadkai Városi Törzskarában. Hogy lesz-e, az Sztyván Bakics polgármester döntéséről függ, miután az megkapja a tanács átiratban megfogalmazott kérelmét.